nagyon bízom benne, hogy felnövünk a feladathoz, és egy kiki meccset tudunk játszani a vendégcsapattal, hiszen a legutóbbi mérkőzésünkön az első fél időbe összetettük a két kezünket, hogy csak annyi volt közte. Nagyon gyenge fél időt fogtunk, és így a második fél időbe próbáltunk kozmetikázni, ami létre is jött. Azzal, hogy a Nyíregyháza pontokat vesztett az Újpest ellen, azzal egy kicsit mi előrébb tudtunk lépni, azzal, hogy hétfőn megvertük a Kecskemétet, azzal ismét ott tudtunk maradni a második helyen, illetve hogy tegnap vereséget szenvedett a Veszprém, akkor egy mai győzelemmel bízom benne, hogy be is tudnánk biztosítani ezt a második helyet az alapszakaszban, ami nekünk nagyon fontos lenne, hiszen az az egy-egy pont is nagyon sokat számít a végelszámolásnál. Az elején azt éreztem, hogy azért mind a két csapat meg akarja mutatni magát, hogy igenis nyerni akar mind a két fél, és az érződött az ellenfél játékán is, a miénk talán egy kicsit görcsösebb volt, mint ahogy én azt gondoltam, hogy fogjuk kezdeni a mai találkozót, de aztán 1-0-ás hátrányból tudtuk fordítani, és onnantól kezdve nekünk is jött meg újra a kedvünk, meg az önbizalmunk. A brazil légiós Maneca góljával ugyan előnybe került a pirosmezes Berettyóújfalu ellen a Nyíregyháza, ám Szabó Péter 8. és Rafinha 14. bajnoki góljával még az első félidőben fordított a mezeivil. Ez egy kiki mérkőzés lehetett volna, sajnos elkövettük azokat az egyéni hibákat, amiket nem kellett volna, vagy amire felhívtuk a figyelmet edzéseken. Sajnos mindig ugyanabban a hibában esünk mostanában, ezen kell javítanunk. De igazából nincs mi semmi se veszve, ott vagyunk a felsőházban, szeretnénk legjobb teljesítményt nyújtani majd a hátralévő mérkőzéseken, és igyekszünk fejlődni. Egy sikerrel a Berettyóújfalu bebiztosította volna dobogós helyét az alapszakaszban, a térfélcsere után pedig Nagy Kevin, Mateusz és Rabli János is beköszönt, amivel eldőlt a mérkőzés a 32. percben, így a Berettyó a Kecskemét után egy másik üldözőt is le tudott győzni. Nagyon nehéz volt most ez a pár mérkőzés, mert a két brazil játékosunk sérült voltak, nem is edzettek, nem is tudtuk, hogy játszanak ma, vagy nem, úgyhogy ma dölt el. Szabó Peti most jön vissza a sérüléséből, úgyhogy nagyon kevés egészséges játékos volt, és igazából így tényleg nagyon nagy dolog, hogy mind a kettőt megnyertük. Maneca duplájával még zárkoztak a szabolcsiak, ám az utolsó szó a vendégeké, és a második élvonalbeli gólját szerző Erdei Kristófé volt, amivel 6-2-re győzött a legutóbbi ezüstérmes. Itt tartunk most, és nagyon remélem, hogy ezt a 20 percet, amit az első fél időben produkáltunk, ezt a tényleg azt mondom, hogy futcál volt, a közönség is jól szórakozott, ellentétben a második fél időben ki tudjuk tolni, és akkor újra arra az útra térünk, ahol tartottunk, és ahova visszavágyunk.